Azért sokan felkapták a fejüket a Mi Hazánknak az eredményére, és hogyha nem is teljesen validak ezek a számok, de azért tényleg a tendenciákról talán érdemes beszélni. És ugye azt látjuk, hogy a Mi Hazánkhoz föl, a Mi Hazánkot most már ugye a DK és a Momentum közelíti, tehát ők vannak nagyjából egy csoportban. Szóval hogy lesz ez szerintetek, hogy Gyurcsány Ferenc lesz most már a rivális a Mi Hazánknak? Vagy hogy alakulnak ezek az erőviszonyok, ha a tendenciák igazak? Nem akarom magamat frankózni, az, ami a Mi Hazánkkal történik, ha tényleg ők a legnagyobb ellenzéki párt, az ha más nem csak abból prognosztizálható lett volna, hogy tényleg, amit ők csináltak a koronavírus járvány alatt, az releváns volt. És ezt nem, és tényleg, tehát vissza lehet nézni, itt ebben a műsorban mondtuk el ezerszer, én könyörögtem az ellenzéknek a kamerában nézve, hogy vegyék már észre, hogy mit csinál a Mi Hazánk, próbáljanak valamit, és mi történt? Az utolsó hetekben jött rá Jakab Péter, hogy Orbán Viktor kötelező oltást akar, úgyhogy én most akkor ezt most de megakadályozom. Az is elhangzott ebben a műsorban, Zoltán, csak egyetlen közbevető megjegyzés, hogy pillanatokon, már választás után pillanatokon belül el fogjuk azt érni, hogy a Mi Hazánk lesz a legnépszerűbb ellenzéki párt. De igazából a Mi Hazánk azért lett a legnépszerűbb ellenzéki párt, mert mondott valamit. Igen. A Mi Hazánknak volt 3-4 konkrét mondani valója, az ellenzéknek igazából nem volt konkrét mondani valója. Mi van, amit Oroszország kapcsán mondtam, mi van, hogyha a Fidesz elkövet valami óriási nagy hibát, mi van, mert ugye, ha normálisan nem is lehet leváltani, de egy kataklizma le tudja váltani, ha itt baj van, ha itt összeomlás van, az orosz háború, az energiaválság, vagy egy újabb pandémiás hiszti, az óriási baj csinál. Ki fog akkor ott állni, hogy én megcsinálom Orbán Viktor helyett? Mert a jelen leosztásban, ha elhiszem a medián számait, akkor Torockai László állott. Nem biztos. Ebben a szituációban az is lehet, hogy Orbán Viktor lelép, és valaki más a Fidesz-szel ezt a szituációt. Ebben nem következik automatikusan még a Mi Hazánk, és csak egy mondatot a Mi Hazánkhoz, hogy abban teljesen igazatok van, hogy a Mi Hazánk volt az egyetlen egy párt, amelyik témákat tudott fölépíteni az ellenzéki oldalon. De én azt gondolom, hogy a túl dimenzionálni sem szabad az, hogy most ők ennyire megerősödtek, mert abban szerintem bőven benne van az ellenzéknek az állapota. Tehát az nem a Mi Hazánk munkájának és sikerességének köszönhető csupán, hanem annak is, hogy egyszerűen nincs senki más. Nincs, ha menün csak két lehetőség van, akkor nagyon sokan fogják és választani. Torockai László is ilyen sikeresen jött most, Torockai László személye, ugye ő is azért eléggé előtérbe került. Azt én mondtam már korábbi adásokban is, hogy Torockai László, ugye én is személyesen is ismerem, a szónoki képességei, a politikai szervező képességei tekintve kimagaslik az ellenzékben. Igazából szerintem az a... A Jobbikról mi mindenképpen kellene, hogy néhány szóba beszéljünk. Ugye itt a medián van, ha jól emlékszem, 3%-on áll a Jobbik. Ez az egyik kérdés, hogy ez hova nőhet, hova csökkenhet tovább. Egyáltalán milyen potenciál lehet a Jobbikban, egy picit a tisztújítás is téma lehet meg. Hát az, hogy most már azt láttuk, hogy éppen, hogy most már a Mi Hazánk, vagyis a Mindenki Magyarországával kezd, vagy mondjam, nagyjából arra a szintre kerül, és nagyjából ezzel kell, hogy versenyezzen. Tehát, hogy teljesen átalakulnak az erőviszonyok ebből a szempontból. Szóval mi a Jobbik jövője, ha van egyáltalán? Szerintem én úgy tudom, hogy amikor a medián felmérés készült, és ugye kijött ez a 3% körüli eredmény, akkor még ugye nem is tudtak a véleményt formálók arról a botrányról, ami most éppen bejárja a sajtót. Tehát lehet, hogy amikor éppen erről beszélgetünk, már 2% ez a 3, de nem is ez a lényeg, hanem azt gondolom, hogy ez az eredmény bármennyi is ez, mert talán a Republikonnál ott 5% vagy 6%. De minden esetre azt gondolom, hogy a választások óta eltelt most már közel másfél hónapban romlott a Jobbiknak. Tehát, hogy akkor is már a választás nagy vesztese volt, de azóta csak tovább romlott a Jobbiknak a népszerűség, és ennek azt gondolom, hogy Jakab Péter a személyi felelőse, mert amit ő ebben az elmúlt másfél hónapban produkált, azzal a felelősségkerüléssel, és hogy még nekem áll följebb stílussal, ugye, tehát ő lényegében mindenkit felelősnek tart magán kívül. Magával kapcsolatban egyedül egy felelős van, a Bőrcseki. Úgy gondolom, hogy a Bőrcseki vitte el a balhét, azóta nem láttuk a választások óta. Pedig az volt az egyetlen szimpatikus. Rajta, szóval azt gondolom, hogy ezért az embereknek ezt nem nagyon tudja már szimpatikussá tenni. Ő is bízik ebben a gazdasági válságban, hogy azt látjuk, hogy ő is arról beszél, hogy majd ha jön a gazdasági válság, mi ott leszünk, és új 2006 jön. De azért a Jobbiknak ez a történelmi mélypontja, mondjuk ki. Tehát ez az eredmény, a Jobbik történelmi mélypontja. Ilyen mélyen még nem volt a Jobbik, mint most, és hogy fölmerül a kérdés, hogy előtted volt. Hát akkor indult. Tehát lényegében, tehát az nem egy mélypont volt, hanem akkor kezdett el épülni. Ilyen nagy zuhanás a Jobbik történetében nem volt. Nem volt. Ugye fölmerül a kérdés, hogy egy ilyen zuhanás mindenféle szempontból, számokban, frakciószámban, népszerűségben, mindenben, után hogy lehet, hogy valakit megválasztanak mégis a párt elnökévé a tisztújító kongresszuson? Egyszerűen úgy, hogy nincs már más. Nincs már más, aki a párt élére álljon, és
még ennél is többet mondok, szerintem Jakab Péter körül egy ilyen Stockholm-szindrómába került ez a párt. Hiszen akik még ott maradtak, azok mind részesei voltak, cinkosai voltak ennek az egész politikai álmokfutásnak, és önmagukkal szemben is ennek a tagságnak kritikát kéne gyakorolni, nyilván a legnehezebb. Sokkal egyszerűbb volt azt mondani, hogy minden jó, Jakab Péterrel egy megyünk tovább. A Telex készített a Jakabbal egy interjút a héten, hosszan-hosszan próbálták kimasszírozni a Jakabból, hogy de mégis mi lesz a Mi Hazánkkal, mi különbözteti meg a Jobbikot a Mi Hazánkban. A legkézenfekvőbb választ egyébként nem mondta el, amit én viszont most elmondok. Az a fő különbség a Jobbik és a Mi Hazánk között, hogy a Mi Hazánknak vannak szavazói, a Jobbiknak meg nincsen. És akkor szerint...